Nincs születésnap torta nélkül. Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelt az idén 30 éves Nyíregyházi Tréner Kft. A megyeszékhelyen 1968 óta képeznek pilótákat. A rendszerváltást követően a képzést a Tréner Kft. A Nyíregyházi Egyetem jogelődjével formálta át. Az ünnepségen Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere elmondta, a nagymúltú vállalat a kampusszal és az önkormányzattal olyan partnerségben dolgozik, amely unikális a térségben. Egy olyan helyi nyíregyházi cégről van szó, amely a tevékenységével a város jó hírnevét viszi, nem csak a hallgatókon keresztül, hanem önmagában a tevékenységgel, és mondhatom nyugodtan a város nemzetközi partnerei irányában is. És ráadásul a szlogenjük is ezt támasztja alá, a minőség, biztonság és szakértelem, ami azt gondolom nem kell hangsúlyoznom, hogy ez a tevékenységhez elengedhetetlen. Az ünnepségen Szabó Tünde kormánybiztos elmondta, a Tréner Kft. A Nyíregyházi Egyetemmel karöltve biztos tudást és alapokat nyújt a hallgatóknak. Az itt folyó képzést, az oktatók munkáját a légügyi hatóság mellett a légitársaságok partnerei évente auditálják, biztosítva ezzel az oktatás kiváló színvonalát. A kormánybiztos hozzátette, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Tréner nem csak piacvezető a térségben, hanem a megye és a régió gazdaság fejlesztéséhez is nagyban hozzájárul. Nagyon fontos volt mindig Nyíregyházának, hogy van egy repülőtere, és bizony nagyon sikeres, hiszen több száz pilótát képezünk itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemmel karöltve. És az, hogy van egy repülőtér, amely folyamatosan fejlődik és fejlesztés alatt áll, ez bizony vonza is a beruházókat, hiszen hogyha helyszíneket keresnek, városokat, térségeket megnéznek, elsődleges, hogy legyen repülőtere, ahol a kereskedelmi légi forgalom megtalálható. Úgyhogy igen, nagyon fontos, hogy tovább fejlődjön és fejlesztés alatt legyen a nyíregyházi repülőtér. Én is, mint kormánybiztos, a területért felelős kormánybiztos és országgyűlési képviselője a városnak, azon leszek, hogy ez meg is tudjon valósulni. A vállalat 1992 óta dolgozik szoros együttműködésben a Nyíregyházi Egyetemmel. Azóta végzik a kampusz hivatásos repülőgépvezető képzésének gyakorlati oktatását. Folyamatosan fejlesztjük ezt a képzést is, ugyanis egyrészt felsőoktatási szakképzés keretében is igyekszünk már indítani pilótaképzést, és megpróbálunk olyan szakirányú továbbképzéseket indítani, ahol a bemenet már nem csak mérnöki oklevél, hanem más felsőfokú egyetemi vagy főiskolai oklevél is. Tehát megpróbálunk a rövidebb ciklusú, rövidebb idejű képzésekkel is képezni pilótákat, gyorsabb eredménnyel, hogy minél hamarabb a munkaerő piacra ki tudjanak menni. A nyíregyházi pilótaképzésben 2015-ben a Wizzair és a Tréner közötti együttműködés hozott fordulópontot. Ennek köszönhetően 2017-től zajlik a megyeszékhelyen a közös képzési programjuk. 2017 óta 118 kadétot vettünk fel a programba, közülük 72-en már nálunk repülnek. Ez a 72 első tiszt teljes mértékben lefedi 12 repülőgép legénység igényét, ami a teljes kapacitásunk 7%-a. Horváth Péter, a vállalat ügyvezetője kiemelte, a kitartás, a szakmaiság és a folyamatos fejlődés záloga a minőségi oktatás. A nehéz kezdet után, amikor elfogadták a cégünket, és egy légitársaság lett szerződésünk, akkor ez egy nagy lépcső előre lépés volt a cég életébe, ami 2015-ben volt első kezdő lépés, de a 17-es, amikor a Tréner Flight Academy is megalakult, a Tréner mellett és a Wizzairrel lett kapcsolatunk. Most jelenleg 100 hallgatóra van szerződésünk a Wizzairrel, évi 100 hallgatóra, plusz az egyetem. Egyetemnek ez a váltása, hogy alapítványegyetem lett, úgy érzem, hogy a pilótaképzés Nyíregyházán ez erősíti, közös a célunk. A cég hagyományteremtő szándékkal két díjat alapított és adott át a jubileumi eseményen. Életműdíjat Radasovszky János és Szelestei Gyula, jövő reménysége díjat pedig Szász Máté kapott. Az ünnepséget követően a szintén Nyíregyházán végzett Veres Zoltán magyar műrepülő Európa-bajnok többszörös Guinness rekorder tartott bemutatót.